Elsőként az erdélyi származású Molnár Levente világhírű operaénekes vehette át a rangos elismerést. Az idén egy vajdasági kitüntetett is volt. Bogdán József pap költőt, Dudás Károly író, publicista, a Magyar Örökség díjbirtokosa méltatta. Papi és emberi tevékenysége kiterjed az egész közösségre, és ugyanakkor el kell mondani, nyilvánvaló, és itt is meggyőződhettünk róla, amikor elmondta az Anyám Magyarország című verset, hogy az egyik legkiválóbb költőnk. Én úgy gondolom, hogy én Magyar Örökség díjasként büszkén szóltam az életművéről, és én ezt is elmondtam, és nagyon fontosnak tartom, hogy valóban méltó kezekbe került ez a szívünkhöz, hogy közel álló díj, a Magyar Örökség díj. Reménykedni kötelező a déli részeken. Vallja a Fehér templomon szolgálatot teljesítő plébános, költő. Azt szeretném közvetíteni, hogy nem szabad soha elveszíteni a reményt, sőt, reménykedni kötelező. Épp ott a déli részeken, a román határtól 5 kilométerre, ahol már, mint mondtam, nem lehet magyar újságot se venni, magyar szót se hallani, de azért vagyok ott, és erre büszke vagyok, hogy ne aludjon ki teljesen a láng. A rendezvény végén Bogdán József pap költő elszavalta Anyám Magyarország című versét.